Mivel nekünk magyaroknak van egy olyan nyelvünk, amilyen, és most nem arra a nyelvünkre gondolok, amelyikkel mindig annak a politikusnak nyalunk, amelyiknek éppen van pofája azt hazudni, hogy ő éppen olyan ista, amilyen istának hazudja magát, hanem most az anyanyelvünkről beszélek. Tehát van nekünk egy olyan mother language, amiben nem véletlen vagyunk szerelmesek. Részben emiatt már a magyar értelmiség, meg magyar kultúra nagyrészt a verbalitás felé tolódott nagyon régóta, de ráadásul erre rátett egy lapáttal, hogy a vasfüggöny jó sokáig elzárt minket mindentől, és az egyetlen, amitől nem zárhattak el minket, az a nyelv. Beszélni mindenki tud. Az nem általános műveltség, hogy tud rajzolni, az, hogy tud beszélni, meg írni, olvasni, az igen. Az az, amit nem lehet tőlünk elvenni, meg az az, amit mindenkinek kell tudni, stb. Az olyan művészetek, amik verbálisak vagy a verbalitáshoz minimum köthetőek, azok azért a maguk módján mindig is virágoztak. Most arra eljutottunk odáig, hogy a magyar értelmiség kulturális szinten szinte csak a verbális művészetekre vevő, a képzőművészetre úgy bámul a magyar értelmiség, mint a borjú az új kapura. Van az a tanmese rége Mátyás királyról, amikor ugye az egyszeri parasztgyerek beosont és ellopta egy szép könyvnek a díszes borítóját és elvitte, és a Mátyás király az meg fülöncsípte, de igazságos Mátyás király az azt mondta, hogy jó van, vigyed csak, mert az igazi okosság ott van a könyvben, vigyed csak a szép borítót. Az a baj, hogy ez olyan szinten rá van nyomva, bélyegül az itteni értelmiségre, hogy mint a képzőművészet nem is lenne valódi művészet. Az irodalom az a művészet. A képzőművészet az csak a hülye gyereknek való, aki nem tud írni, olvasni. Innentől kezdve, hogyha egy egész nemzet hülye a vizuális művészethez, vagy bármi olyan művészethez, ami nem verbális, de ezt úgy képzeld el, hogy Amerikában egy benzinkutas értelmesebben tud hozzáállni a képzőművészethez, mint itt egy értelmiségi. Na most innentől kezdve egyértelmű, hogy az a fajta, ugye az a bizonyos, mondjam, nevezzük avantgárdnak, vagy modern művészetnek, ami most már egyre kevésbé modern, ami ugye a 19. század vége, 20. század eleje, tehát amikor a művészek egyik pillanatra a másikra fellázadtak az akadémizmus ellen, és azt mondták, hogy de nem csak az lehet művészet, hogy lerajzoljuk az euklidészi geometria és a mit tudom én, és a légperspektíva stb. Szem előtt tartásával a csendéletet, és amikor először valaki oda mert jönni, és oda mert tenni egy üres fehér vásznat, és azt merte mondani, hogy kép, meg bemert vinni egy repett WC-csészét egy galériába, és azt merte mondani, hogy nesze ready-made, bazd meg, nesze műalkotás. Az nagyon nagy lázadás volt meg minden. Csak most ott tartunk, hogy már az 50.000. nagyon nagy művész jelenik meg azzal, hogy oda tesz egy üres fehér vásznat, és hozzá franciául mond valami jó pofát. Most már ott tartunk, hogy már a 80.000. művész csinálja azt, hogy nekifutásból fossa össze a vásznat, és még mindig az a művészet. És az a probléma, hogy ez alatt az idő alatt, ugye a 20. században végbe ment egy olyan szerteágazó és progresszív fejlődés a képzőművészetbe, amit nem hajlandó az úgymond nagyfejű értelmiség egyáltalán elismerni Magyarországon a mai napig se. Tőlünk nyugatabbra, keletebbre erre arra már azért úgy kezdegetik. Képregény címszó alatt, film címszó alatt, meg a filmhez kapcsolódóan a látványtervezéstől kezdve. Rengeteg olyan dolog történt a képzőművészetben, ami igenis fejlődés, igenis változás, amiről igenis beszélni kéne, meg amit lehetne tanítani. Ezt a magyar értelmiség jelen pillanatban, külföldön hál' Istennek már csak egy szűk rétege az értelmiségnek, Magyarországon majdhogy nem az egész értelmiség, azt, hogy besöprik egyetlen fiókba ezt az egészet, így, hogy ilyen giger képregény, horror, science fiction stílus, zuty, de amikor a 80.000. ilyen Zsomborsaurus Marcel megjelenik azzal, hogy oda tesz egy üres vásznat, és akkor elkezd magyarázni, hogy ez az élet értelme plusz két körte, akkor arról még mindig tele lehet írni köteteket, hogy ez mekkora művész, és az illető azt mondjuk fogja, és nekifutásból nem csak olajfestékkel fröcsköli tele a vásznat, hanem a saját szarába belehugyozik, és aztán azt keni szét, akkor onnantól kezdve iskolát teremt. Akkor itt egy újabb műfaj. Nem csak, hogy köteteket lett leírni, de egész könyvtárakat azzal, hogy itt mekkora művészet történt, és közben meg vannak dolgok, amik valóban ott vannak a művészetben, és azzal senki nem foglalkozik, mert az nem számít művészetnek, de erről majd még később fogunk beszélni.